Szálka a szekszárdi dombvidék déli részén fekszik Szekszártól és Bonyháttól egyformán 12 kilométerre. Keletre a Sárköz termékeny síksága, nyugatra a völgység, északra pedig a hegyhát húzódik. Határa változatos, dombokkal, völgyekkel szabdalt. Erdőkkel sűrűn borított vidék ez. Utunk itt kezdődik, a két völgy határolta, hosszan elnyúló faluban. Szálkára, erre a csodálatos természeti környezetben épült településre érkeztünk meg. Szerintem azt nyugodtan elmondhatom, hogy nincs olyan Tolna megyei, de talán az ország más megyéjét is mondhatnám, akik ne gondolnának jó szívvel erre a településre, hogyha kimondjuk azt, hogy Szálka, talán mindenkinek egy jó fürdőzés, egy gyönyörű séta, sport, tehát szabadidő eltöltése jut eszébe. Summa summarum, egy dolgot biztosan nem tudnak, amit én már tudok, és mindjárt el is mondom, hogy miért tudom. Nemrégen fiúgyermek született a településen, ezt pedig jelzi az a zászló, ami az önkormányzat épületének oldalára van feltűzve. Ez egy kék zászló, most ugye nem látszik, de egy gólyát mutat a közepén, és hogyha lánygyermek születik a településen, akkor egy rózsaszín zászlót tesznek fel, hát ez is egy érdekesség, és egy olyan apró figyelmesség, ami mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy egy gyönyörű település élhető környezetben, és az itt lakók igazán otthon érezhetik magukat egy értékes vidéken. A település a honfoglalás idején jött létre, évszázadokon át apró falu volt. De hogy többet is megtudjunk Szálkáról, a polgármestert Pálffy Jánost hívtuk segítségül és kalauzunkul mai műsorunkban. Szálka története elég régóta kezdődött, az 1015-ös évek óta vannak feljegyzések, úgyhogy több mint 1000 éves település, azóta létezik Szálka, lehet, hogy már előtte is létezett, de feljegyzések 1015-től vannak. Ami hát először nem is Szálka volt, hanem két része volt, hosszú volt, Kis Szálka, meg Nagy Szálka, pár házzal mindegyik, egyik 16 ház, másik 10, a 16 házas volt nyilvánvalóan Nagy Szálka. Később ez egyesült, és Szálka lett, nem Szálka, hanem Szálka, majd később lett a település neve Szálka. Elsősorban mezőgazdasággal foglalkoztak régmúltban, nagyon sok kis parcella volt, vannak régi térképeink, ahol ezeket a nadrágszíj parcellákat lehetett látni, de hát ebből éltek itt az emberek, mert itt ipar, meg más lehetőség nem volt, mindenki mezőgazdaságból is állat. Tenyésztésből, állattartásból boldogult. Szálka az 1500 fős település volt. Törekszünk arra, hogy ez a fele haladjon az elmúlt elkövetkező időszakban is, és a rácok, szerbek, németek laktak, és a kitelepítés után ez 350 főre lecsökkent, és innét vagyunk most 661-en. Megyünk fölfele, évente gyarapszik a lakosság száma. Hogy a hajdani Szálka, illetve mai Szálka név honnan eredeztethető, csak nyelvészeti találgatások vannak, pontos feljegyzéseket azonban nem találni. Szálkán korábban nem kellett iparűzési adót fizetni, így a vállalkozásoknak igazi adóparadicsomot jelentett a település, az elvonulni vágyoknak pedig csak szimplán egy paradicsomot, egy nyugvópontot a dombok ölelése között. De jelenleg 40 ezer ember látogat Szálkára, aminek az egyik vonzereje természetesen a tó. De hogy ne csak beszéljünk róla, hát irány a Szálkai tó. A rendezési tervünket úgy alakítottuk ki, hogy a természeti értékeket természetesen figyelembe vettük, és arra nagyon-nagyon vigyázunk, és a későbbiekben is ez a tervünk. A rendezési tervünk az úgy szól, hogy a völgyeket engedjük csak beépíteni, a tó környékét nem, pont azért, hogy ezt a természeti szépséget ne rontsuk el különböző házakkal, úgyhogy csak ha jön valaki a tó mellett, akkor nem lehet látni a házakat, csak amikor odaér a völgy szájához, akkor lehet látni, hogy itt van egy település. De a természet az maga szépségében megmarad, és meg is fog mindaddig maradni, amíg mi leszünk, az biztos. A tó az 64 hektár, egy nagy tó, két horgászegyesület működik. Mindenféle hal van a tóban, és a rekord hal, amit fogtak, az 70 kilós szürke harcsa. De egyre több horgász jön, hál' Istennek, mert lehet halat fogni. És ez a lényeg, a horgászatnak, ha fognak halat, akkor jönnek is horgásznak. Hát mondjuk a magam részéről, én például elüldögélek akár napestig egy horgászbottal, mire egyáltalán észreveszem, hogy rég leették a kukoricát a horogról a halak. De engem bajosan is lehetne a horgász címre felterjeszteni. A lényeg, hogy aki tud, az fog is. A tározó alsó szakaszán nem ritkán 6-9 méteres mély részek is vannak. Ponty, amúr, csuka, süllő, harcsa, balin, keszekfélék, törpeharcsa,
és angolna is szembenézhet velünk a horogról, ha elég ügyes a horgász. A tó 38 évvel ezelőtti létesítése óta 28 halfaj talált itt életteret magának. Én már vizionáltam is a legközelebbi vasárnapi ebédet. No de van ennek a vidéknek még egy másik nagy vonzereje is. Mi már csipegettünk egy kis galagonyát, hát nem hiába mi is ki szeretnénk élvezni azokat a gyümölcsöket, amiket itt a szálkai természet adhat nekünk, és hogy egy kicsit csendben lennénk, és úgy várakoznánk 4-5-6 órát, vagy legalábbis itt maradnánk napnyugta után is, akkor talán még dám, gím szarvassal is találkoznánk, őzekkel és vaddisznókkal, mert hogy ezekre mind lehet vadászni itt a környező erdőkben. Itt 3 vadászár sem működik az a közigazgatási területen, úgyhogy igazából eléggé kapkodtak ezért a vadász területén, mert itt azért jó vadállomány van, és jókat lehet vadászni. Ugye hát ennek a vadászatnak szárkán hagyománya van, mert 1891-ben előtték azt a szarvasbikát, aminek a szobra itt kint áll a főtéren, és 60 évig volt világranglista vezető. Mindez 14,5 kg-os agancsának köszönhető. És talán ugye az étterem megnevezése a trófa is? Természetesen, mindenek körül forog, természetesen minden. Így van. Hát a vendéglátóegységünkre annyian járnak, hogy már időközönként be kell jelentkezni, hogy egyáltalán legyen hely. A nagy és látványos elemektől egészen az apróságnak tűnő, vagy éppen fel sem tűnő, de a településképet annál inkább befolyásoló tényezők teszik azzá szálkát, ami. Ezt itt helyben találtuk ki, hogy minden utca a táblán legyen rajta az utcánról elnevezett személynek a képe, valamint az utcatábla tetején a helyben élő egy-egy madár. Ugye minden utcatáblán másik madár van, és az mind itt helyben él. Ez volt a cél, hogy a helyi adottságokra próbáljunk központosítani. És hát ugye én nem láttam még ilyet sehol, még nem utánozták le, de aki látta és idáig nézte, azt mondták, nagyon ötletes és nagyon szép. Hát és ugye mi törekszünk arra, hogy minden fából készüljön elsősorban itt minden. Szóval a szálkatelepülés közigazgatási területének 67%-a erdő. Ez egy nagyon nagy szám, és ugye itt a fa az domináns, és mi szeretünk mindent általában fából készíteni, nem egyébből. Valamint ugye mi megfelelő színeket használunk, megvannak a domináns színeink, a domináns színeink a zöld, a sárga, a mahagoni és a magyaró színek, úgyhogy az épületeinket megnézzük, akkor minden középületünk ilyen színezéssel van elkészítve, és ugye ezt átette a lakosság is, és ők is ezt követik, és ez nagyon szép település látképet mutat, hogy ez ilyen egységes. Most a falu központban vagyunk, és ezen az ismertető táblán lehet szálka rövid történetét olvasni, ahol az 1015-ös évektől így vissza van vezetve, és onnét felidézi szálka történetét, az itt lévő lakosságot, az itt lévő házak számát, amiről már talán egyszer beszéltem, és az, hogy a szálka múltja és a jelene, jövője az majd azután lesz, reméljük. A távoli múltról és a jelenről már beszéltünk, próbáltuk felvillantani szálka értékeit, amitől igazán vonzóvá vált az elmúlt 10-15 évben a hely, nem csak átutazóknak, természetkedvelőknek, sportolóknak, pihenni vágyoknak, hanem az itt hosszú távú életre berendezkedőknek is. Mert szálka egyre népszerűbb, mondhatni, presztízs értékű lakóhelyé vált. Egyre több fiatal jön, hál' Istennek, nagyon örülünk, mert azért így annál több gyerek is lesz, az óvodának ez fontos része, hogy az óvodát tudjuk működtetni, és nagyon sok fiatal költözik, és azt is elmondom, hogy hát elsősorban diplomás emberek jönnek, úgyhogy 661 főből 140 diplomás ember és szálkán, van akinek több diplomája is van. Ma már el lehet mondani azt, hogy szálkán elég jó módon emberek vannak, és nálunk meg kell gondolni, hogy a szociális keret költségeit hogy költsük el, vagyis a pénzeszközeit hogy költsük el. Közmunkásunk egy sincs, nem is volt. Úgyhogy itt igazából ilyen támogatási rendszer nem kellett működtetni, és nem is kell, mert itt pont az volt a fő, hogy a
az itt lévő helyben lakó emberek pénzhez jussanak, és magas értéken tudják eladni a telküket, amivel rendelkeznek. Így jutottak pénzhez, így tudták felújítani a saját kis házukat, a kerítésüket, a fürdőszobájukat, és ezért ilyen jelenleg Szálka, amilyen. Természetesen sok köze van ehhez az önkormányzatnak. Nagyon sok fejlesztést tudtunk megvalósítani, nagyon sok munkával. 52 pályázatot írtunk itt az elmúlt években. Ebben a kisebb, nagyobbakat, inkább a nagyobbak a vízrendezés, a víz, a gázbevezetése, a vízminőségjavító program, vízrendezésben két pályázatot is nyertünk, különböző útépítések. Úgyhogy nagyon sok munka van ez mögött. Ma már, aki ma ide költözik, az nem tudja és nem látja, hogy miből indultunk és mivé lettünk. A több mint 50 sikeres pályázat és a mögötte húzódó beruházások megvalósítása 15 évet és 1 milliárd forintot ölelnek fel. De a tervek mindig a jelenhez igazodnak, így nemhogy fogynának egy-egy megvalósított munkával, inkább bővülnek. A megyei fejlesztési tervekben egyelőre ugyan nem szerepel Szálka turisztikai fejlesztése, de a polgármester bizakodó e tekintetben is. Mindenhol elmondom, és akkor most is elmondom, hogy régóta szeretnénk megvalósítani szálláshelyfejlesztést, valamint szálláshely építést, ami legalább 40 fős épületet jelentene, mert akkor igény van, hogy nem tudjuk kielégíteni, és ez óriási probléma, de ez nem csak Szálka, ez Tolna megyében probléma, mert tudom, hogy az ország 0,7%-a a Tolna megyei turista forgalom az országos büdzséhez számolva. És ez kevés, de mindaddig, amíg nem tudunk szálláshelyet építeni, addig nem tudunk több turistát ide fogadni, mert ha nem tudjuk elhelyezni, akkor miért jönne? Akkor egynapos turista lesz, és egynapos turista az nem itt fogja elkölteni a pénzét, hanem ott, ahol majd esetleg visszament a szálláshelyre, és ott étkezik meg, ott tölti el az estéjét. Úgyhogy ezek azért gondjaink, ezen küzdünk, elmondjuk mindenhol, de hát évek óta próbálunk ebből lépni, sajnos ideig nem tudtunk. Szálka tavaly elnyerte a Virágos Magyarországért országos első helyezést. A környéket és a települést bejárva nincs bennünk kérdés e tekintetben. Nagyon közkedvelt település Szálka, egyszer a természeti adottságaiból adódóan, valamint az, hogy egy teljesen közművesített település, minden megtalált, mint bármelyik nagyvárosban, Szálkán ez mind megtalálható, és nyilvánvaló a természeti környezet, valamint a itt lévő szépségek vonzák ide az embereket.